A folytatásban kiderítjük, hogy hogyan kóstolhatunk úgy borokat, hogy még véletlenül se legyünk másnaposak. Természetesen alkoholmentes borokról van szó, és hát bemutatunk egy kis ízelítőt, hogy hogyan is lehet ezeket fogyasztani, és hogyan érdemes. Erről készült összeállításunk következik. Alkoholmentesített borok illat és ízvilágával ismerkedhettek az érdeklődők a Vinovit projekthez kapcsolódóan. A kóstolót Evans Victoria Sommelier magyar bajnok, nemzetközi borakadémikus vezette, aki már 2 éve kutatja ezt a területet. Az alkoholmentes bor az nagyjából megegyezik a szőlőlével, tehát hogy az nem bor. Alkoholmentesített bor az egy olyan termék, ami alkoholos erjedésen átment, magyarán. Hogyha leveszel egy írsai olivér szőlőlevet, mondjuk egy üzletnek a polcáról, akkor ugye ez szimplán egy alkoholmentes szőlőré. Viszont ezek a borok, ezek sokkal közelebb állnak a borokhoz, mint az üdítőkhöz, vagy mint a szőlőlevekhez, ugyanis úgy készülnek, hogy elkészül egy száraz, alkoholos, normális bor, és abból különböző eljárásokkal ki lehet vonni az alkoholt, és ez lesz ugye az alkoholmentesített. Attól függetlenül nem tartalmaz alkoholt, tehát hogy vezetés mellett, gyógyszerszedés mellett, terhesség mellett lehet ezeket fogyasztani, viszont az alkoholmentesített boroknak sokkal több köze van illatban és talán valamennyire ízvilágban is az alkoholos társaikhoz, mint egy szőlőlének. Magyarországon talán még kevésbé, de talán Európában már egyre inkább elfogadott és keresett az alkoholmentesített bor. Te ezt hogyan látod, és nagyjából mikorra érkezhet meg ez hazánkba, az igény? Alapvetően igen, tehát azért Nyugat-Európában ennek most már van egy ilyen 5-10 éves kultúrája, tehát mondjuk az biztos, hogy már egy 5 évvel ezelőtt Londonban egy bisztrónál jobb színvonalú helyen többféle alkoholmentes gin, rum, whisky, illetve alkoholmentesített borok között lehetett választani. Amerika ebben még inkább előjár. Magyarországon ugye létezett alkoholmentes pezsgő, ugye ezt mindenki tudja, hogy a híres pezsgőgyártó cégnek van egy alkoholmentes pezsgője. Nem mondom azt, hogy ha csak olyan termékek léteznének, akkor én szabadidőmben boldog örömmel fogyasztanék hasonló termékeket, de alapvetően az első ember, aki piacot látott az alkoholmentesített borokban, és most direkt nem a pezsgőkről beszélek, Az biztos, hogy én voltam, ez másfél évvel ezelőtti ötletből született meg, hogy alkoholmentesített borokat importáljunk, ugyanis én ugye a civil életemben, azon kívül, hogy sommelier magyar bajnok vagyok, meg nemzetközi borakadémikus, borkereskedésnek vagyok a stratégiai vezetője, tehát nyilván főként alkoholos borokkal foglalkozunk, magyar és külföldi borokkal, de ugye ez az én ötletem volt, és én hittem benne, és alapvetően nem a gasztronómiai szektornak szántuk ezeket a termékeket, hanem a cukorbeteg piacnak, tehát az inzulinrezisztenseknek, prediabéteseknek és cukorbetegeknek, ez körülbelül ez így a 3 kategória együtt egy 1,5 millió embert jelent, akinek a 90%-a hozzávetőlegesen abstinens, gyógyszerszedés okán, vagy meggyőződésből, vagy egészségtudatosságból, és amikor az első alkoholmentesített borokat Dél-Afrikából behoztuk, akkor rohamszerűen a fine dining éttermek és a Michelin csillagos helyek ráugrottak a dologra, és akkor utána elkezdett terjedni, és föntről lefele, tehát a Michelin csillagos helyek voltak az elsők, akik láttak benne fantáziát, most már egyébként nagyon sok bisztró, és most nyilván a fővárosról beszélek, és most már szorosan dolgozunk együtt több nagy kereskedelmi lánccal is alkoholmentesített borok tekintetében, tehát most már az üzletek polcain is elég sok helyen megtalálhatóak. Borkóstolóknál ugye adott egyfajta sorrend, ezeknél a boroknál is ajánlasz esetleg ilyet? Lehet ugyanazt a sorrendet követni, mert attól függően azért ugye a szőlőfajták azok nem változnak, hogy az alkohol kivonásra kerültet. Gyakorlatilag a pezsgő, fehér, rozé, vörös sorrendet azért érdemes megtartani, már csak azért is, mert az alkoholmentesített vörös boroknak a többsége az volt töltyfahordóban, még az alkohol kivonás előtt. És akkor emiatt ugye feltétlenül a sornak a végére tenném az alkoholmentesített vörös borokat. Neked vannak
vannak esetleg kedvenceid az alkoholmentesített borokból? Ez egy baromi egyszerű kérdés, mert több mint 3000 alkoholmentesítettet kóstoltam az elmúlt 2 évben, amióta kutatom ezt a területet. Abból 2950 emberi fogyasztásra alkalmatlan, tehát hogy az így könnyű, és a mi portfóliunkban, tehát a borkereskedésünknek a portfóliójában csak olyat választottam be, amit én is iszom szabad időmben, tehát hogy amit én is szívesen fogyasztok, de nem ez az átlagos minőségi szint, mint amiket mi forgalmazunk. Ha valaki találomra levesz a polcról egy alkoholmentes vagy alkoholmentesített bort, akkor a matematikai esélye, hogy borzalmas lesz, és soha többet nem szeretne ilyen termékhez nyúlni, az igencsak magas. Tehát hogy azért így meg kell nézni, hogy melyikek azok a termékek, amik most nagyon jók. A Vinovit projektet 2023. novemberében indította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2 konzorciumi partnerével, egy görög és egy olasz non-profit szervezettel. Az alkoholmentes és alkoholmentesített borokról tananyagot hoznak létre, emellett jó gyakorlatokat mutatnak be, illetve ezeket ingyenesen elérhetővé teszik. Van egy ilyen inkubátor feladat is ebben a projektben. Ebben szakközépiskolákkal együttműködve hozunk létre ilyen mini projekteket, ahol a tanulók ennek a témának bizonyos szemszögből a részleteit körüljárhatják, tehát például egy alkoholmentes borokkal foglalkozó borászat, vagy egy olyan borkereskedés, ahol ilyen borokkal is kereskednek, ebben rejlő üzleti lehetőséget mérik föl, hogy mekkora van, milyen méretben érdemes ezt csinálni, és ebből fognak prezentációt készíteni.